Mond a kereselince pontszáma 20,55 század. Már Brigitta után tornázott. Más volt, látótéren kívül más testrésszel. Szerény támaszkodás. Ez a szerkezelés ilyen, nem mindig ilyen. Nagyon sokáig van összecsomozva a kötele. Picit a szertechnika változatosabb lehetne, de látszik, hogy ő még egy fiatal versenyző, tehát a következő években biztos, hogy ez fog nála fejlődni. Szinte az egész gyakorlatát összecsomozott kötélen hajtotta végre. Direkt csomozta be, de... Direkt csomozta be? Direkt csomozta be, de ezt azért ki kellett volna nyitni, tehát 40 másodpercnél is több ideig volt a kötél egyfajta helyzetben. Ezután a dobás után végig a gyakorlat alatt. Hát hiányoztak a malomkörzések, a nyitott kötél technika. Könnyebb így kezelni egyébként egy eldobott kötelet? Sokkal könnyebb kezelni, igen, és könnyebb végrehajtani így a testtechnikai elemeket is. Hát így művészileg kevesebb pontot kap, mert a művészi zsűri azt is értékeli, mennyire változatos a kéziszer technikája. Kéziszer kezelésére is lehet plusz pontokat összeszedni. Katarina Beluginova. Furcsa, hogy mindig a képet elkapják, mikor felrepül a kéziszer. Távolabbi kameraállásból talán jól lehetne látni, hogy milyen magas a dobás, és közben az alatta lévő mozdulatot is láthatnánk. Forgás kombináció, ami nem sikerült igazán. Forgásoknál nagyon fontos, hogy mindig be kell fejezni, tehát a félbehagyott forgásokat, feleket, negyedeket nem értékelik, hanem mindig csak az egészeket. Egy csúnya letámaszkodás, nagy egyensúlyvesztés. Igen, az előző gyakorlatában is, és most is elég sokat hibázott. Katarina Beluginovát láthattuk, tehát itt egy rövid szünet, és aztán folytatódik tovább az Európa-bajnokság. A verseny folytatódik tovább, egy labda gyakorlattal még hozzá. Kanya Szindics. Lábongurításokért plusz tizedek járnak a művészi zsűritől, hogy nagyon szép eredeti jelen volt.
malkartámaszban, szokatlan lábtartás. Nagyon hajlékony, és ezt ki is használt a koreográfus. Gurítás közben elkapott dobás is, de egyik legnehezebb elkapás, hiszen a levegőből a nagy lendülettel jön vissza a kéziszer, és ezt le kell lassítani, és végigurítani a karokon. Sem látottuk még, ez volt az első gyakorlat. Érdekes egyébként, hogy vannak olyanok, akik már túl vannak a másodikon is, és vannak olyanok, akik még egyetlen egyszer sem mutatták a gyakorlatokat. Ez Alina Kabajevára emlékeztet, ez a hajlékonyság. Őt is látni fogjuk egyébként, hiszen holnap az alcsoportban ő is szőnyegre lép majd, aztán tökéletesen megvan a 180 fok. És ez azért szerencse, mert eredetileg úgy volt, hogy nyáron rendezik az Európa-bajnokságot. Azt levő, hogy Kabajevát is, és a másik orosz hölgyet, Csacsinát is eltiltották dopingolás miatt. De pont úgy tiltották el őket, hogy itt az Európa-bajnokságon. Ha júniusban lett volna, még nem látnánk őket, így viszont igen. Laura Lima, portugál hölgy. Itt rögtön egy rontással kezdett. Három lépést is csinált, amíg el tudta kapni az elejtett buzogányát. Ez azért fontos, mert egy lépésért a kiviteli zsűri egy tizedet von le, de ha már kettőt vagy hármat lép a versenyző, az nagy hívának számít, tehát 3 tized levonás jár érte. Hogy háttal volt a versenyző, de azért valamennyit láthattunk abból, hogy lábbal blokkolta a talajon a kéziszert. Érdekes elkapások közé tartani. Végén be kellett volna akasztani a lábát a kéziszerbe, nem sikerült, de zenére sikerült befejezni. Ennek a gyakorlatnak volt egy kicsit olyan a vége, mint egy elemhalmaz, itt már koreografálták igazán. Igen, egyébként nagyon nehéz, hiszen a gyakorlatok 1 perc 15 másodperctől 1 perc 30-ig tarthatnak, tehát másfél percbe kell besűríteni azt a 10 elem kombinációt, plusz még a művészi értékeket. Nem könnyű még emellett a zenének a karakterét is kihangsúlyozni, és mozgásokat beletenni. Most szebben ugrik, mint az előző gyakorlatánál. Picit szűk, itt nem volt kinyitva a forgóváltós párga 180 fokra.
kicsit bizonytalan kézi szerkezelése. Most is itt az elkapásoknál a kötél végét illene elkapni a két csomót. Nagyon sokkal a zene után fejezte be, 3-4 másodperccel. A jó döntés az lett volna, hogyha már az utolsó dobást nem csinálja meg, és zenére befejezi, mert így elég sokat fog levonni a kiviteli zsűri. Többet, mint a hiányozni az elem? Hát végül is, ha megcsinálja azt a nehéz elemet, de nem csinált semmit a végén, eldobta, és utána már észrevette, hogy nincs zenéje is. Nem fejezte be a mozgást, ahogy ez tervezve volt. És ilyenkor többet vonnak le, akkor, hogyha abba hagyja a zene előtt, vagy hogyha a zene marad abba a gyakorlat vége előtt? Többet vonnak le, mint hogyha megcsinálják? Nem, hát hogyha a versenyző előtt kész van az elemeivel, mint ahogy a zene befejeződik, azért ott ő tud korrigálni, tehát egy ilyen rutinos versenyző csinál még mozgást, hogy az alig észrevehető, de hogyha elfogy a zene, és ő még eldobja az utolsó másodpercben, akkor az nagyon feltűnő, és hát 3-4, mert amíg a kötél leesik, addig ő nem tud mit csinálni, csak várja. És minden másodpercért levonnak. A zene befejeződik, utána másodpercenként vonják le a tizedeket. A malomforgásból hátrafelé 3-1 után nagyon nehéz. Általában a nagy versenyzők is kettőt be szoktak vállalkozni. Hoppá, itt egy kis egyensúlyvesztés. Ugrás kombináció, de ezeknél a fordulatos ugrásoknál szintén az a kritérium, hogy egy egészet kellene fordulni. A levegőben nála nem volt meg. Mennyire szólhat bele egy versenyző a koreográfiába? Igazán a technikai elemeket azt mindenképpen be kell tervezni, a kötelezőket. A koreográfiába természetesen beleszólhat, mert mindenki más egyéniség. Az, hogy hogyan kötik össze, melyik elemet melyik után, az összekötő elemekben, hogy ő mit csinál, milyen szép